mindenki úgy jönne, hogy én, akkor nem lenne ilyen a világ, és akkor nem lenne lakhatatlan váló a világ. Tehát ugye ez nem igaz, tehát nyilvánvaló, hogy például mindenki úgy jönne, mint én, pedig hát most az ennél terült nagyon szerény dolog, ugye, egy az apám születési évében épült kis parasztházról van szó, ahol a nyugdíjas éveimet tervezem, hogy ha megélem a nyugdíjt, ugye. Tehát ennél szerényebb dolgot így magyar emberként, tehát azért pedig két diplomával, ugye, hát mégis csak érted. Ezért, és hát ez kurva nagy a kolóbiai lábnyom. Tehát ezért nem, tehát, és na most... Annak ellenére, hogy vegán vagyok. Igen, és vegán vagyok, meg most már alkoholt sem iszom, de hát itt vannak ezek a dobozok, hát most mindenki lenne. Jó. De egyébként tudod, mi jutott az ember? Igen, ez a, hogy nem lehet az, hogy ez az egész, sőt, nem lehet, amíg ez most a tény, most ebben vagyunk benne. Ez kódolva volt. Akkor már, amikor még az ember az animizmusával, a gyűjtögetésével és az ártatlanság közeli állapotával gyakorlatilag, ha elindult egy ilyen fejlődési úton, ahol ő egyszer csak észreveszi azt, hogy ezt a két követ össze lehet ütni, és lehet tüzet gyújtani akkor is, hogyha nem csak benne a villám a fába, meg egy csomó mindent lehet még csinálni, és akkor egyszerűen készül lesz, hogy ezeket egymáshoz lehet rakni, akkor össze lehet ragasztani, meg lehet belőle építeni majd maradni egy épületet, meg egyébben. És akkor most ott tartunk, hogy akkor rakéta, meg nem tudom, meg marskutatás, meg mesterséges intelligencia, és tököm tudja. Tehát ez mind azzal jár, amiről most beszélünk. Tehát ez nincs az, hogy van egy intelligens ember, amelyik fejlődik, és közben végig zöld marad. Tehát a zöld erdőben jó, oké, nem kell a rohadt internet, mert fúj, ugye, nem kell, akkor mind nézni, jó, minden, tehát nem, mert csúnya, mert az csak a rosszat, mert elidegeníti az embereket egymástól, mert hülyék, a telefonjukat nyomkodják, vezetek a mi időnkben még a tapnyunkat is megettük, és jó, hagyjuk már. De hogy ez kódolva volt. Tehát most ott vagyunk benne, mindenki egy picit is homokszem, vagy fokaskerék és homokszem, na ez is. És akkor mindenki csak azt csinálja, ami ott neki a lehetőség, és lehet, hogy valaki nagyon jó ember, lehet, hogy valakinek kéne nagyon geci. De mind a ketten ugyanazt a rendszert építik, akárhogy. Lehet nagyon gonosz módon csinálni a dolgokat, már akkor is, amikor még csak kőbalta van, vagy lándzsa, vagy nem tudom. És lehet humánusnak is lenni, és nem élvezni azt, hogy tudom én forgatom a disznónak az ében, amíg leszúrom, hogy minél tovább szenvedjen, és akkor élvezkedek is rajta, hanem csak megölöm, ha már muszáj megenni. Tehát lehet sokféleképpen csinálni, de ez kódolva van, hogy egymás váltják a nemzeti, és ez csak a 19.-20. századtól, meg így az akkor is már nagyon sok pár százmillió, mit tudom én, csak ilyen milliárdokra, robbanásszerűen, és most már 10 milliárdnál tartunk lassan, ugye? Tehát, és akkor itt van. Tehát, hogy akkor most mutogathatnánk az Istenre, hogy te csináltad meg ezt az egészet, te kódoltad belénk ezt a... Most ugyanaz, mint az élet megszületik, és akkor tudjuk azt, hogy meg fog öregedni. Jaj, de aranyos kis baba! Jaj, de édes apja, anyja, stb. Minden. És tudjuk, hogy ha megéli, és nem hal meg fiatalon, akkor 70-80 évesen, ráncosan, élettel, megfáradva, fogatlanul, kopaszon, ráncosan, mit tudom én, hájogva a szemén fog majd a sírba térni. Tehát tudjuk, az emberiség megjelenik a Földön, és eltelik néhány ezer év, azt ezt fogja csinálni. Mutogassunk az Istenre. Ott eljött mindig a vallás. Nem, most a zöld. Maradjunk a zöld. Nem mutogassunk. De erre azt mondja Gyula Iván, hogy minden rendszernek van egy... ahhoz a rendszerhez képest, ami ő tartalmaz. Tehát most konkrétan beszélünk itt a ökológiai rendszerekről, és az a környezetüktől, hogy minden rendszernek van egy
rugalmassága, és van egy szerkezeti merevsége. Hogy működnek a rendszerek? Csak azért megyek ebbe bele, hogy, hogy mire akarok kiukadni. Azt mondja, hogy a működésben van a vezérlés, meg van a szabályozás. És ennek a kettőnek az egyensúlya irányítja magát a rendszert, ami a szerkezetből következik. A vezérlés, ez mindig a változás irányába hat. A szabályozás, az pedig mindig konzervál. Miért? Mert a szabályozás az negatív visszacsatolás, a másik a vezérlés az pedig pozitív. Na most, hogyha ezek nincsenek egyensúlyban, már pedig most olyan rendszerben élünk, ami, ahol a negatív visszacsatolás nagyon sok ponton ki van iktatva. Tehát ugye sokféleképpen már régóta hívják ezt, hogy az emberiség egy rákos dagadat, ugye a Föld bioszférájában minden túlnő, mindent felzabál, aztán ugye a létfeltételét, amikor már elfogynak, akkor vége. A negatív visszacsatolások kiiktatása ugye valahol totálisan a kapitalista, a gazdasági mód, valahol ezt ugye Marx sem láthatta, úristen, már Marx nevét kimondtuk, akkor már Isten sem mossa le magunk, hogy kommunisták vagyunk. Kommunista vagyok. Na mindegy, szóval ő még nem láthat meg. Ott a helynek nem láthatod, ez itt a nyilvánia ki? Na ez az. És szóval ő nem láthatta ezt, de totálisan a legjobban az élelmiszergazdaságon lehet tetten érni. A legjobban. Ami egyébként a legjobban gondos mindenféle szempontból. Tehát egyre jobban modellek azt mondják, hogy az állattenyésztés, mert az általa gerjesztett óriási területű növénytermesztés, profitorientált, gépesített, stb. Ipari mezőgazdaság a legnagyobb romboló a társadalmi tevékenységek, vagy gazdasági rendszeren belül, már az ökoszisztémára nézve. És tehát pont ott tetten érthető az, hogy ugye, hogy működnek az ökológiai rendszerek? Egyáltalán egy élőlény. Annál stabilabb egy ökológiai rendszer, minél több alkatrészből áll, tehát minél nagyobb a faj gazdagság, ugye a diverzitás, és mert egyszerűen nem hagynak túlszaporodni semmit. Tehát, hogyha mindenkinek megvan a maga limitáló. Nem az a jó, ha minden egyforma? Igen, hogyha... Nem az a jó? Hogyha nem hagynak túlszaporodni semmit. És még azt hittem, hogy van ilyen normális, meg van nem normális. Igen, na ez az. Ez az. Meg hasznos, meg káros. Jaj, tényleg, hát ezt így megtanultuk. Hasznos, meg káros. Normális, meg aberrált. Meg aberrált. Aberrált. Hát mi vagyunk az kommunista aberrált vagy. Igen. Ó, a betyám. Igen. Na és akkor ez a profitorientált, ugye iparszerű mezőgazdaság, mit csinál a mondjuk a Magyarországon a területeknek a nem tudom hány százalékán iszonyú mennyiségű, kimész a mezőre, de mit látsz mindenhol? Egyetlen egy fajt tűz meg. Egyetlen egyet. Vagy a búzát, vagy a kukoricát, vagy minden, ami ott mellette nő, minden, ami rámászik, meg enne belőle, ne, azt ki kell írtani. Lehetőleg ugye különböző mérgekkel. Tehát totál az ellenkező, ami egyszerűen a biológia. Ami a biológia létszükségletünk, hogy fajok milliárdjai, nem hogy egyetszámban mérve, hanem fajok milliárdjai élnek ugye a bélrendszerünkben, külső és belső környezet. Tehát ugye ugyanúgy, ahogy a külső környezetünket tönkretesszük, vagy ugyanúgy a belsőnket is természetesen. Tehát ugyanúgy megy kifele ez a probléma, meg nem csak a testünket, hanem a pszichénket is közben.
Na szóval mindezt így láthatja, mint a rendszerek problémája Gyula Iván. A negatív, mert ugye a kapitalizmus az, ott nincs olyan, hogy egy cég nem fejlődik előre és nem növekszik. Tehát ez nem lehet. Tehát nem lehet negatív visszacsatolásokat ki kell iktatni, és ennek az a vége, azt mondja, illetve nem a vége, hanem egy idő után a folyamat oda megy, hogy mivel nem alkalmazkodunk a környezethez, ezért egyre, és minél később van beiktatva egy negatív visszacsatolás, annál durvább. Tehát annál súlyosabb jelenségünk, és hogyha nem mi, tehát nem a társadalom tesz be ilyen visszacsatást, akkor majd a környezet fog. Tehát magyarul az életfeltételek. Te láttad biztos te is azt, hogy most az Egyesült Államban valami írtatlan marha pusztulás. Tehát ilyen 10 000 számra, vagy nem tudom. De egy fotót láttam, hogy nem láttam, de disznók hogy ilyen között is először. Iszonyatos mennyiségű marha, szarvas marha. Uh-huh. Így nem tudják, hogy miért. Uh-huh. De azt hallottam, hogy például ugye Covid vírusok a disznók között már évtizedekkel ezelőtt óriási mészállásokat csináltak, ugye a sertés állományban, az Amerikai Egyesült Államokban például. És nem is az a gond, hogy túl sokan vagyunk, hanem ahogy élünk. Tehát rengeteg most az élelmiszergazdaságot említettem, nem véletlen, ugye, hogy vegánok vagyunk, de tényleg valahol, tehát ezt a rendszer szemléletet valahol elképzeli magának az ember, tehát olyan, mint hogyha itt meghúznék egy kart, és akkor valahol valaki miattam éppen szomjon pusztult. Tehát annyira összefügg minden mindennel, hogy az nem lehet, hogy rajtam nem múlhat valami. És lehet olyan szinten, mint tehát szemléletváltásra, de azután nyilván életmód, valamilyen életmódváltásra, valamilyen alapvető dolgok megváltoztatására szükség van. Mindegyéni szinten, mind vagy szükség lett volna, beszéltünk múlt időről, akár társadalmi szinten is, tehát ezt mondják a paradigmaváltások, hogy teljesen más irányba kéne, hogy menjenek a dolgok. Az Iván ilyen egyszerűen a rendszerek szintjén így el tudja magyarázni, meg ő azt mondja, ő se tudja azt, hogy mit kéne csinálni, de talán mégiscsak lehetne valami. Tehát ő annyiban tudja, hogy ő tudja, hogy ő mit csinál. Igen. És valamire jól érzi magát. És valami jó példát. Nem csak beszél róla, még egy emberről tudunk, aki ilyen volt, akit már hozzám van mi, mert ugye dokumentálva van, tehát újságok már akkor léteztek, meg stb. Vagy aki mindig először saját magán kipróbálta, saját maga elkezdett szülni, tudod, amikor mielőtt fellázította volna Indiát Anglia ellen, hogy ne basszunk már ki magunkkal, és ne odaadjuk nekik az alapanyagot szavérgúgyért, és vegyük meg tőlük drágán a ruhát, hanem mi itthon majd megcsináljuk a mi saját alapanyagunkból, de mennyi autoritása lenne itt is erre. És akkor először kipróbálta otthon, elkezdett szülni, meg stb. És akkor elkezdte, utána járt a gyalog a falvakat, és akkor ott mondani az embereknek, hogy hát ez így működne. És csak ennyit kell csinálni. És nyilván is ilyen, ez tetszik benne, hogy ő megcsinálja. Ott a kertjében megcsinálja azt a ekkora tököt, meg nem tudom, gyönyörű egészséges zöldségeket, gyümölcsöket, úgy, hogy nem tudom vegyszerekről semmit trágyáról, semmilyen vegyszerről, semmilyen rovarölőszerről, semmiről,
És a talajtakarással, meg a permakultúra különböző módszereivel egyszerűen olyat csinál, amit marha sok ember el se hisz. El se hisz. Ez olyan, mint amikor az öreg, ilyen, most nem, szőlős, gazdag, nem tudom, de halálos ágyán, hogy borkereskedő, nem tudom, nem, viccet mesél, papjancsi vagyok, mindegy. Lehívja a fiait, és akkor mondja nekik, szőlőből is lehet bort csinálni. Tehát így kurva egyszerű lenne egyébként az egész. Hát a múltkor, nem is tudom, hogy hány téma volt, és nem emlékszem, 5-6 vagy 7 rész volt. De, és mindegyikben volt szó valami olyanról, amiből azt derült ki, hogy nagyon sok mindent evidensnek tekintettünk, és csináltunk mi emberek, 50-100 vagy akár még 20 évvel ezelőttig is, meg van, aki még most is, amiről nagyon nyilvánvalóan kiderül, hogy fasság, és csak bonyolítja, és nehezíti, és boldogtalanná teszi az ember életét. És anélkül sokkal jobban lehet csinálni mindent. Tehát most ilyen morális skrupulusok, vallás, stb. Mi az, amik rátelepszenek az emberre, és akkor kiderül, hogy... És olyan rohadt nehezen tud megszabadulni tőle, és tényleg belegondolok abban, hogy Jézus már egy 100 évvel ezelőtt itt még vonulgattak az utcára azért, hogy a nőknek legyen szavazati joga. És volt, ahol még utána még nagyon sokáig nem volt. 50-es, 60-es, 70-es, vagy sőt, most mikor nézzük ki... Van, nem tudom, mikor lett Svájcban, hogy nőknek szavazati joga. Na, és akkor tudni, hogy ott voltak azok az emberek, azt mondták, hogy nevetséges, természetellenes, aberrált. Vagy, mit tudom én, 120 évvel ezelőtt, vagy mikor az körülbelül volt, amikor Magyarországon bevezették a polgári anyakönyvezést. És olyan baromi büszke lettek, említem a védőkus, hogy a Baltik Frigyes... 1895-ben, 1895-ben. Igen, a Baltik Frigyes püspök, akinek emléktáblát is tettünk, és leszármazott, hogy mai napig élnek Balassagyarmaton, mint a felsőház tagja, azon kevesek közé tartozott, gondolom, ha most lenne, akkor biztos lembacskos liberálishoznál, akik kardoskodtak azért, hogy ez megvalósuljon. És sokan azt mondják, hogy mi is a baromság, az egyház ellenébe dolgozunk, hogy polgárinak, hogy mi az a hülyeség, ki találta ezt egyáltalán. Aha. Most meg nagyon furcsa lenne, hogyha valaki azt mondja, mi az, hogy... Ugye? Tehát akkor azért, hogy legyen pont, hogy ne arról attól függ, hogy ha te nem vagy valamelyik vallás felekezetnek a tagja, akkor te nem vagy. Nem, te nem vagy. Így van. Nem vagy nyilvántartva. Nem vagy nyilvántartva. Hát a nazarénusokat úgy tekintették, mint akik törvényen kívüliek. Mert hogy ők ugye nem kötöttek házasságot, vagy nem áll katolikus templomba, se volt már bevett felekezetek között, és akkor ők paráznaságban élnek. A gyerekeik azok paráznaságból születtek. Mert ők nem voltak, nem tartoztak ezeket a vallásfelekezetekhez. Na és akkor kiderült, hogy lehet az úgy is csinálni, hogy hát egy ilyen házasság, akkor ez egy polgári dolog. Azt, hogyha valaki katolikus, akkor ott oldja meg, vagy evangélikus, vagy ott is, de hogy mi először legyünk, ugye mondtam, először élőlény vagyok, aztán ember, és akkor így tovább, és nem pedig először vagyok fajtiszta magyar keresztény evangélikus luterális férfi fehérbőrű Fradi Drucker vagy bármi, nem tudom, hanem először vagyok élőlény, és akkor elgondolkozom, hogy méltó vagyok-e erre a címre, címkére, hogy élőlény, és aztán azon belül meg ugye ember, és akkor elgondolkozom, hogy emberként, mint élőlény, vajon hogyan muzsikálok. Mit mondana róla mondjuk egy elefánt, ha megkérdezhetnék, vagy egy disznó, vagy egy marha, vagy egy levéltető? Mit mondana rólam? Ember, magasabb rendű, mint én. Ugye? Tehát ugye érdekes, hogy tényleg, hogy először vagyok élőlény, aztán ember. És akkor szóval úgy valami így tagolódunk ebben a dologban. Ja, tehát, és olyan egyszerű, tehát az a vicces, mert hogy valami egyszerű, tehát ugye Gandit meg ugye Ivánt említettel is, hogy tényleg, Itt nem arról van szó, hogy itt valami emberfeletti erőfeszítéseket kellene tenni. Nem, tényleg. Hanem csak annyi, hogy ember, ezt most miért csinálod?
Nem itt magam itt így. Pontosan. Nem tud magam itt annyi. Nagyon jó. Nagyon jó ez a gondolat, mert megint csak az Ivánra, hogy hivatkozva, hogy a, egyrészt, hogy maga, tehát ez a kapitalizmus, ez problémákat gyárt. Tehát ugye az ember problémákat gyárt. Egyrészt beszél itt a foglalkoztatásról az, hogy óriási tömegeknek mindenkinek legyen valami munkája, ezért aztán problémákat kell csinálni, hogy azt a problémát majd egy valamilyen termelési folyamattal rendbe tegyük, ami termelési folyamat újabb problémák százalék meg ezreit okozza, elsősorban például az ökológiai rendszerekben. Meg egy csomó energia kell hozni, ugye energiaválság is összefügg piszkosul ezekkel a dolgokkal. Mit akartam még közben? Amiket mondtál, arra én pont tegnap néztünk egy portját, és ott elmondta, hogy van az objektív valóság. Azt, hogy vannak folyók, vannak elefántok, vannak csimpánzok, stb. És van az képzelt valóság. És ugye az ember sokat foglalkozik vele, mások is, nyilván ő, mint történész, ő csak hivatkozhat például a humánetológiára, Csányi Vinosékra, hogy mi a fő különbség az ember és a többi állat között. És hát a legfontosabb különbség az ember és a többi állat között az, hogy az ember kollektíve tud együttműködni rugalmasan, viszonylag óriási számban. Semmilyen állat. Ugye például hozza a csimpánzokat, hogy a csimpánzok azok képesek együttműködni, de csak olyan csimpánzokkal, akiket személyesen ismernek. Tehát viszonylag kis létszámban, ugye csak szóval. A Csányi Miklós is ír erről, hogy tehát az emberben annyira visszaszorult az agresszió, hogy a 83-as busz zsúfolásig mondjuk telerakjuk emberekkel, akkor a végállomásig viszonylag kis problémákkal, de túléli mindenki. Ugyanezt a buszt tele zsúfoljuk csimpázokkal, akkor a végállomásig valószínűleg két-három csimpáz vagy egy sem van életben. Az ember képes együttműködni saját fajtájával, anélkül nem ismeri őket, tehát óriási létszámú, bizonyos célokig. Ez nyilván a hit témája is belekapcsolódhat, de az nehéz a tudomány szempontjából megragadni, viszont mégis, hogyha ennek az okát keresünk, hogy miért képes erre az ember, ez elsősorban úgy mondják, hogy azért, mert az ember fikcióra képes elképzelni dolgokat, és azokat célként feltenni. És hogyha ezt minél többen elképzelünk ugyanazt a dolgot, és hiszünk benne, és célnak váljuk, akkor megvalósítani is képesek vagyunk. És ezért képes ilyen nagy változásokat okozni az ember, nem csak az ökológiai rendszerekben, hanem egyáltalán ugye hatalmas piramosokat létrehozni évezerekkel, már ezer előtt, meg sorolhatnánk itt a példákat, hogy... Ez nagyon érdekes, basszus! Tehát mondja nyugodtan. Nem, pont arra gondolom, hogy az állatvilágban egy csomó modellt találunk arra, hogy az ember
mihez hasonlít. Szóval mondjuk a hangyák társadalma is, tehát ott a hangyáknál mondjuk ott sokan képesek ott, el, de nem rugalmasak. Igen, de csak... Ott csak háromfélét lehet a, mondjuk a méheske. A helyzet adja, hogy most vagy katona vagyok, vagy munkás, vagy a harmadik, de nincs benne rugalmasság. Tehát ott az a van. Ott viszonylag sokan, meg a hangyáknál is, ugye sokan működnek együtt, de nagyon merev az. És az, hogy, hogy az egyedek tulajdonképpen akkor majdnem inkább, hogy nem önálló entitások, mert magukban meg sem lennének, bár mondjuk a közösségben sokáig élnek, tegyük hozzá. Tehát, de hogy ott igazából organizmusnak a maga a közösség tekinthető, bár na mindegy, nem tudom. De mondjuk egy medve, amelyik akár magányosan kóborol, vagy egy szarvasbika, amelyik vezeti a csordát, vagy, tehát azok mind újabb és újabb modellek. De hogy egyrészt az ember, mint individuum, mint személy, önmagában megállja a helyét. Tehát akár még arra is képes, hogy ha mondjuk egy lakatlan szigetre kivetődik, mint ahogy elképzelik Robinson Crusoe, ott lehetséges, hogy ha nem hal meg rögtön az elején, akkor lehet, hogy még a végén ott akár éveket is el tud tölteni. És hát voltak is ilyen valóságos példák, tehát nem csak a képzelet szülemények. Igen, így van. Tehát akár képesek meg. És ugyanakkor meg egy közösségben nem csak úgy tud részt venni, mint egy kis gépezetnek egy fogaskereke, vagy egy homokszeme, vagy mint a hangya, hogy tényleg vagy katona, vagy dolgozó, vagy here, vagy ő a király, tehát ez csak egy van, hanem a közösségben is a saját kreativitásával és az elméjével képes részt venni. De ugyanakkor kép úgy tud együttműködni, hogy például, hogyha van egy... hát most itt az ideológia az egy szerencsétlen szó, mert leterhelt, most mégis valami ilyesmi. Igen, igen, van valami ennek, vagy valami eszme, vagy valami látás. Igen, a képzeletben olyasmi, amit mindenki fontosnak tart. Igen. És valami ugyanaz a dolog.